Diese Veranstaltung hat in St. Lorin seine lange Tradition. Bei dieser Gelegenheit kann das Publikum die Auftritte traditioneller ungarischen Gruppen genießen. Robert Hahner, der Organisator des Programms, erzählte unserem Team über das Programm. Nagyon régóta járunk Szent Lőrincre, minden évben augusztus táján tartjuk meg ezt a műsort. Ránáva Stimus Parádi volt korábban a neve, meg is adjuk ezt a nevet neki. Nyilván régebben másképp alakult a műsor, de minden évben színes műsort szoktuk most is hozni, és én azt gondolom, hogy ezt már talán 15-6-7. Alkalom, összeket most 2007-2008 óta csináljuk. Ez amikor az elején még a Birik Józsival kezdtük ezeket a rendezvényeket, ilyen körzetesítettük annak idején ezeket a Stimus Parádi műsorokat. 9 helyszínen tartottuk meg minden helyszínen egy-egy műsort, és ez azóta itt maradt, rajtunk maradt gyakorlatilag, hogy minden évben tetszett az embereknek, és minden évben járunk Szent Lőrincre. De ezt mondom már 2008-ra visszamenőleg minden egyes ilyen német körzetben csináltuk egy ilyen műsort, és annak idején mindig Szent Lőrinc volt a helyszín, és ez meg is maradt. Das diesjährige Programm wurde so gestaltet, dass es sowohl traditionelle als auch moderne kulturelle Produktionen enthielt. Erfreulicherweise ist dies gelungen, denn alle von jung bis alt haben dieses Programm genossen. Hát ugye nyilván mindig azt mondjuk, hogy sváb zene, de nem teljesen sváb zene, azért mi slágereket is éneklünk, meg a Donaklenet és Oberklenet játszunk, meg szokott lenni hagyományos sváb is, de inkább picit próbáljuk megújítani, vagy kis más stílust is bevonni a német műfajon belül. De persze, hogyha van egy kórus, az nyilván a svábul énekel, vagy van olyan műsorszámok is, most mondjuk nem hoztuk el, akik szintén sváb énekeket énekelnek, tehát akár visszamehetünk teljesen a hagyományosokhoz is, akár fúvó zene felé is, tehát azokkal is szoktunk műsorokat szervezni, tehát őket is szoktuk hívni, de most egy kicsit másik irányba mentünk, a slágeres irányba. Itt van a Donaklenet zenekar, a Hívesházi német táncsoport, aztán Tarlós Ferenc fog énekelni, Rattig Bor énekel, és a Háner Dó mi is fogunk énekelni. Illetve a Szent Lorinci zenekar fog kezdeni, és itt van egy dalárda, ők is fölépnek. Unter den Darstellern war auch die Tanzgruppe Junge Hipster aus Nimes. Die Mitglieder der Gruppe sind allesamt junge Leute, die sich leidenschaftlich für die Bewahrung und Weitergabe ungarisch-deutscher Traditionen einsetzen. Covid után alakultunk, igazából az összes tagja a tánccsoportnak táncolt már szinte kisgyerekkora óta Himesen, és miután kijártuk a himesi általános iskolát, így az Anikó visszahívott minket, hogy esetleg nem lenne kedvünk újra egybeállni és alakítani egy ifjúsági tánccsoportot, és hát így alakultunk. Sie versuchen ein abwechslungsreiches Repertoire auf die Bühne zu bringen. Aus diesem Grund haben sie 3 Tänze für die Veranstaltung vorbereitet. Többek között 3 táncot hoztunk a táncaikból, szűri táncot hoztunk, svábbát és schustert. Ezeket már régóta gyakoroljuk, ugye mindig tanulunk újakat is, de táncpróbákon mindig elővesszük és átgyakoroljuk folyamatosan őket. Diese Veranstaltungen sind fast immer ausverkauft. Die Menschen freuen sich immer über das Kulturprogramm der Stimmungsparade, so Robert Hahner, Organisator. Ezt veszem észre, hogy mindig szoktak, nagyjából tele szokott lenni, vagy hármadház mindig szokott lenni. Már ismernek minket, tudják, hogy mire számítottak, és egy jó kis program az embereknek. És aki szereti a német zenét, sváb német zenét, vagy slágereket, azok ugye eljönnek, meghallgatják. Das Kulturprogramm war ein Erfolg, und es ist geplant, im nächsten Jahr wieder zu veranstalten. Weiche blaue Augen.